Az előző évhez hasonlóan Győr és Tiszaújváros mellett Pakson rendezték a Héraklész szintfelmérőt a régió utánpótlás versenyzőinek. A kicsiknek 12 éves korig két iskolakör, a nagyobbaknak Cooper teszt szerepelt a programban, de a Rákóczi iskola tornacsarnokában sem pihentek a versenyzők. Ott is ízlik a levegő, ott van húzóckodás, mindenkinek fél perc alatt amennyit tud, annyit meg kell csinálni a minél jobb eredmény eléréséhez, illetve van lábemelés, a legkisebbeknek földről fekve bordásfal érintése, a nagyobbaknak pedig lógva, szintén bordásfal érintésre, ez ugye egy kicsit erősebb hasizmokat feltételez, de emiatt szép ez a dolog, illetve a legnagyobbaknak, a 16-17-18 éveseknek van fekve nyomás, a lányoknak 30 kilóval, a fiúknak pedig 40 kilóval. Ez a felmérő a téli alapozáskor elvégzett munkáról ad visszajelzést edzőnek és sportolónak egyaránt. Az Atomerőmű Sportegyesületet közel 500-an képviselték. Tőlük azt várták, hogy minden korcsoportban a mezőny első harmadában végezzenek. Boros Gergő, mint régiós vezető volt jelen és szurkolt a fiataloknak. Tavaly tavasszal befejeztem az élsportot, akkor kaptam egy felkérést ilyen részmunkodás időben a Kajakemű Szövetségtől, akkor ilyen régiós titkárként dolgoztam ez idáig, és február 1-től a régiós titkároknak én leszek úgymond a koordinátora és a vezetője, és emellett természetesen az Atomerőmű Sportegyesületnél is dolgozom és ténykedem, úgyhogy teljes erőadással a sport mellett maradt ugyanúgy a pályám, szerencsére. A Héraklész fizikai felmérőről részletes összefoglalót láthatnak a Híradót követő lelátó című sportmagazinunkban.